Mit gondoltok a nyilvános mesztelenkedési per önkielégítési szenvedélyemről 27F? De az egész sztorit szeretném megmutatni a kezdetektől. Szóval, egy teljesen átlagos rásznak írnám le magam, még akár jóképűnek is. 27 éves vagyok, farmer, sportcipő, inge, sportzakó, kedvenc ruhaösszeállításom, sportos testalkatom van, heti 3 alkalommal konditerembe járok, 3 alkalommal pedig foci edzésre. Heti 5 napot dolgozom, mint egyéni vállalkozó. Két éve a párommal boldog párkapcsolatban, és teljes mértékben fehér magyar vagyok. Na, és úgy összességében azon kívül, hogy van egy kis lábfétisem, semmi extra hülyeségem nincs ezen kívül. Bár ez a mesztelenkedés épp elég extra. A női lábfejeket is igazából csak megnézni szeretem, nem vadulok. De ez a mesztelenkedés imánia már több mint 10 éve tart. Először kicsiben kezdtem. Leginkább csak az volt az, hogy ne a házban legyek mesztelen. Tehát csak a környéken kerestem nagyobb bokrokat, ahol el tudtam rejtőzni. Ez ment egy ideig. Aztán több izgalomra vágytam, bár nem tudtam, hogy érjem el. Aztán haverok csináltak egy bulit a város szélén, a saját boros pincéikben, ahová onnantól kezdve, hogy letett a busz, 400-500 métert kellett sétálni a pincéig. Fás bokros területen keresztül, ami elég elhagyatott volt. Már odafele is éreztem az izgalmat, hogy éjszaka visszafelé levetkőzöm, és a busz megállóig mesztelenül fogok végig sétálni. Imádtam! Aztán megállt a jogsim, és nem voltam ennyire helyezkötve, rájöttem, hogy óvodákban, középiskolákban, esténként maximum egy gondolkom van egyáltalán. Így elkezdtem ezen intézmények területeire bemászni a kerítéseiken mesztelenkedni rendszeresen, éjfél körüli időpontokban. Baszd meg. Miután ez is kezdett kevés lenni. Izgalmasnak tűnt, éjszakánként levetkőzni már a kocsiban, miután leparkoltam. És úgy elindulni átmászni a kerítésen, hogy már nincsenek kéznél a ruháim, és már az utcán is azt a 10-20 métert mesztelenül teszem meg. Hát borzongató volt, de sokkal jobban tetszett ez a változat. Ekkor történt meg egyszer, hogy az egyik gimnáziumnak az udvaranyíró ajtaja nyitva maradt, gondolom véletlenül. És már a szívem majd kiugrott a helyéről, már a tudattal is, hogy mesztelenül besétáljak, és annyira reszkedtem az izgalomtól, hogy alig tudtam koordinálni a mozgásom. Mert féltem tőle, hogy esetleg bent szembe találkozok a gondnokkal, és feljelent. Vagy épp bezárodik az ajtó, és nem tudok kijutni, és bent ragadok. De nem bírtam megállni az újabb adrenalin lökést. Így besétáltam óvatosan. Sötét volt. Az utcáról beszűrődő közvilágítástól lehetett látni egy kicsit. Amúgy is szemüveges srác vagyok, sötétet nehezen szokja meg a szemem, de rögtön szembe az zuhanyzóban egybekötött WC fogadott. Először úgy gondoltam, hogy valami borzasztó izgalmas lesz mesztelenül mászkálni a gimnázium folyosóin. De amikor bent voltam, már nem bírtam tovább menni, annyira remektem. Így hát bementem az zuhanyzóba, leültem a hideg kőre, és kiértettem magam. Talán ez volt az eddig legizgalmas, extrémebb helyzet, amiben valaha is kerültem. Oda azután többször is visszajártam. De több ilyen lehetőségem nem akadt, szóval ráuntam. Azután izgalmasabbnak tűnt, mintha az akkori Sár gimnázium területében mászok be. Ott tudtam, hogy van gondnok, és bármikor tarthat éjszakai sétát. Bemásztam. A pingpongasztalnál levetkőztem az udvaron. Ott hagytam a ruháimat, és elkezdtem sétálni a futópálya felé, aminek a közepe fűes terület. Az éjszaka volt. Éjszaka? Jó, majdnem. Az iskola oldala mentén haladtam, aminek a legutolsó két ablaka a gondnok házának az ablaka volt. Ott négy kézláb mentem tovább. Annyira halkan, amennyire csak tudtam. De valószínűleg aludt, mert sem fény, sem zaj nem szülődött ki. Végül is eljutottam a fűes terület közepéig. Ekkor már elkezdett szemerkén az eső. Lefeküdtem a nedves hűbe, és vártam, míg elkezd zuhogni. Akkor kezdtem el csak maszturbálni, akkor teljesen eláztam. Felső élményem esőben. Rá is kattantam. Aztán, amikor csak este esetenként, vagy láttam az interneten radarképen, hogy csapadék jön, már indultam is. De én élmények után mindig észhez tértem. Miután kielégültem, és elmúlt a készítés, hogy ledobjam a ruháimat magamról. És sokszor elgondolkodtam, hogy mekkora hülyeséget csinálok. Mert bár imádom, de ebből származhat bajom esténként, hogy a külvilágtól ezzel a területre bemászok. Ha valaki észrevesz, vagy éppen valamelyik erkélyről valaki lekamráz, vagy felhívja a rendszámomat, arról én nem is tudnék. Szóval ezek után pár nap mindig aggódással telt, hogy lesz-e valami következménye, de sosem lett. És mind máig nem lett egyébként. Egy ideig hiába próbáltam leszoktatni magam erről, nem sikerült. Ugyanúgy átmászogattam mindenhol. Arra alkalmas helyet találtam. Aztán gondolom, hogy idősödtem és komolyodtam, már nem másztam be ilyen helyet. Rájöttem, hogy biztonságos, hogy oda mászok be, ahol ismernek és kedvelnek. Bár a rendőrséget nem akartam látni a dologból, nem bírtam. És azóta sem bírom abba hagyni ezt a szenvedélyem. Azt és meglátok a haverom, a testvére vagy a szülei, amit véletlenül sem akartam, nagyon kínos lett volna.
de nem származott volna belőle bajom. Szóval rendszeresen annak a csádi háznak az udvarára, azon belül is a ház mögé a kukoricásba, hogy visszafele még izgalmasabb és még hosszabb legyen az út, a kerítésig másztam be, ahol haverovék laknak a szüleivel. Természetesen már a kocsiból nevetkőztem ott is. Mindig a kukoricásban elégítettem ki magam. Egy alkalom volt, amikor elévezés előtt a haverom apja oltotta fel a kinti lámpát, és jött ki valamiért. Nem emlékszem, hogy miért, mert akkor éppen majdnem szívrohamot kaptam, úgy megijedtem. Én láttam őt, de ő szerencsére nem látott a sötétben. De nem miattam, vagy valami zaj jött, miatt jött ki, ez biztos. Közben éppen ijegységgel egybekötött elélevezésem voltam, csúr. De legalább egy évig jártam így oda, ezt az estét soha több. Ezután az este után soha többet nem vitt rá a bátorság. És legalább fél nap, egy napig fájt a fejem ezután. Gondolom a magas vérnyomás, vagy nem tudom mi miatt. Utána rájöttem, hogy terület is kell, és izgalom is. Utána kötöttem ki a knél. Azóta is oda járok mesztelenkedni, és önkielégíteni egy-két hetente egyszer. És egyre távolabb sétálok a ruháimtól, és imádom tovább. Tegnap sikerült a természetbe jutnom ebben az esőben, ami elérte Viskolcot. Igen, megcsináltam. Most nappal mentem olyan 6 óra körül, Diósgyőr után a Csanyikra esett a választásom. Miskolciak biztos tudják. A végállomásnál, ahol a Csanyikhoz felvezető út van, a régi nagy parkolón túl át lehet sétálni, egy kis hídon, a Színván. Felettem egy a kis vasút. Gondoltam, ilyen esős időben, senki nem jár arra fele, így nem mentem be az erdőbe, hanem a patak mentén egy nagyobb bokros részbe bebújtam, levetkőztem, majd sétáltam egy kicsit a patak mentén csupaszon. De nem mertem sokat, mert teljesen jók voltak a látási viszonyok. Csak 40-50 métert mertem eltávolodni a ruháimtól, aztán vissza. Izgalmas volt, mert láttam például, hogy a busz megfordul a végállomáson. De azért legugoltam, és már messze nem volt a busz, de ha valaki épp arra néz, és jó szemem van, biztos meglát. Aztán, mivel semmi probléma nem volt, és nem is jött arra felé senki, nem láttam akadályát a további mesztelenkedésnek. Ekkor már tényleg teljesen ele voltam ázva. Szóval gondoltam, visszasétálok a patak mentén a ruháim nélkül, bemászok a hideg vízbe, bebújok a híd alá, és ott elégítem ki magam. És talán! Úgy, hogy amennyire csak lehet, lepje el a víz a testem. Úristen! Bár elég koszos volt sajnos, és nagyon hideg. Maximum egy percet terveztem a vízben tölteni, de amikor már bent voltam a patak közepén, és pár lépésre volt csak a híd, láttam, hogy a buszon leszállók közül ketten a híd felé tartanak. A patak mentén tovább 200-300 méterre vannak házak, gondolom ott laknak, vagy ilyesmi. Mert ha felegyenesedek és kimászok a vízből, biztos meglátnak. Szóval nem mertem visszafutni a ruháimhoz. Bebújtam a híd alá, és vártam, hogy elsétáljak. Ekkor eszembe jutott, hogy izgalmi téren kihozom a maximumot ebből a helyzetből, és megpróbálok akkor elélvezni a vízben, amikor átsétálnak felettem. De nem jöttek át, akkor tovább sétáltak a patak mentén, szóval inkább hagytam a dolgot. Mert már csak azért is, mert fáztam már nagyon, mire odaértek. Plusz hagynom kellett egy kis időt, amíg eltávolodtak. Biztos, ami biztos. Szóval reszketve láztam ki a patakból, de akkor már úgy voltam, hogy ha ennyit szenvedtem egy szimpla önkielégítésért, akkor már nem fogom izgalom nélkül veszni agyni. A vízben már nem akartam visszaveszni, szóval minden napon felálltam a hídra, leültem a közepére, és úgy maszturbáltam. Nem jött senki, de már megfáztam egy kicsit mára. Előző héten újra esős nap köszöntött, de dolgoztam, ezért csak az eső után tudtam kiszabadulni a természetbe. Megnéztem időjárással foglalkozó honlapon, mikor lesz napnyugta, és előtte fél órával indultam el. De nem volt kedve megfelelő helyet keresgélni, sem utána ruhában körbejárni nagyjából, hogy alkalmas-e. Sem pedig az, hogy kitaláljam, hol vetközöm le és merre sétáljam. Szóval gondoltam, spontán leszek, és már itthon mesztelenre vetközöm. És amelyik hely a kocsiból alkalmas, hogy ott leparkolok és indulok is. Csak arra vágytam, hogy az erdőben teljesen mesztelen legyek, úgyhogy elkezd szürkölni, és az esőzés miatt egy picit mélyebb patakba belebújjak. Az utóbbit megvalósítani nehezebb volt, mert sok helyen sekély az a vízfolyás, ami a Lillafüredi tóba folyik. Szóval elég sokat sétáltam a patak mentén, alkalmas helyet keresve. Viszont sok helyen a víz a növényzettől teljesen el van zárva, mind a két oldalról, ahova abszolút nem látni. Ott a vízben sétáltam. De nem tudtam beleülni, mert túl sekély volt. Viszont majdnem sikerült lebuknom, mert a patak mentén sétáltam, és sok helyen beláthatatlan kanyar van, és valamiféle rendezvény volt aznap. Szóval várható volt, hogy szembe találkozok valakivel, vagy valaki. De szerencsére beszélgettek, ezért meghallottam őket előre, így a patak menti zöldben sikerült gyorsan elbújnom.
Egyébként pillanatos, hogy és egyben nagyon izgalmas érzés, amikor tőlem 5 méterre sétálnak el 4-en vagy 5-en úgy, hogy bármilyen ruhadalad nélkül gugolok pár lépésektől. Utána folytattam a keresést kevésbé sekély helyek után, és végül is sikerült találnom meglepően mélyen részt. Imádom, amikor a lábfejem belér a hideg vízbe, és tudom, hogy ezután az egész testem ezt a hideget fogja érezni. Ez nem olyan, mint amikor a fürdővíz kiúl, vagy hideg, és az ember rögtön nyúl a meleg vízért. Alig vártam, hogy hátra tőle nyakig belemerülhessek. De előtte, amíg a vízben álltam, muszáj volt maszturbálnom meg. Hideg vízben nehezebb felállítani, és mindenképp abban a tudatban akartam elélvezni. Ott legyek teljesen messzerűen az autóra, 1 kilométerre, otthonról kb. 20-25 kilométerre, és letölt a tapig a testem minden porcikával hideg vízben legyek tudva azt, hogy utána csurom vizesen kell visszajutnom az autóig fáz, amiközben ugyanúgy megláthat valaki. Visszafele viszont már nem bírtam a köveken az erdei ösvényekkel haladni. Nem bírta a talpam, túl sokat sétált a mezitláb. Szóval kiverekedtem magam a főútra, és minden mindegy alapon elkezdtem futni az autó irányába. Ha jött autó, gyorsan beugrottam az árokba, vagy a másik oldalt az erdőbe, attól függően, hogy melyik, milyen mély árok volt, és melyik irányba jött az autó. De végül is elírtam az autót, hogy hazaértem, és teljesen felöltözve írtam ezt a pár sort. Utóbbi időben nem igazán történt semmi érdemleges. Rákaptam arra, hogy a dologhoz kell víz mindenképp. Valamilyen módon vizessé kell válnom. De sajnos ez már tényleg túl hideg van. Bár azért próbálkoztam. Úgy voltam, hogy ha már kimentem, legyen is eredménye. Aztán egyik esős éjszaka elmentem egy közeli tóhoz, de sajnos a tó felől hideg szél fújt, szóval nem voltak túl jók a körülmények, de azért levetkőztem. Próbáltam belemenni a vízbe, de annyira hideg volt, hogy csak pokáig voltam hajlandó belemenni. Szóval gyorsan kielégítettem magam. Megadtam a ruháimat és vissza a meleg kocsiba. Nem értem meg az autózást. Azt hiszem, a kocsi külső hőmérséklet jelzőre 7-8 fokot mutatott este 10-kor. Úgy gondoltam, hogy ez még bőven ideális. Így kimentem tapolcára. De vittem magammal egy 2 literes üres üdítőpalcban forró vizet arra az esetre, esetleg fáznék, magamra öntöm. Letértem egy a főúttal párzamos földútra. Így kb. 50-60 méterre voltam a közvilágítástól. Sétálni este nem szoktak arra, mert csak a másik oldalt van gyalogos közlekedés. A közvilágítással kivilágított útról pedig nehéz észrevenni a sötétben álló autót, illetve valaki épp arra néz az autót észre lehet venni. De engem nem nagyon, mert igyekeztem az autó takarásában maradni, legalábbis ez volt a terv. Megvártam, amíg nem jön egy autó sem a főúton. Gyorsan levetköztem a kocsiban és kiszálltam. Sikerült belemenni az ottani patakba. Ezért féltem, hogy ha egy autó elkanyarodik arra, merre én vagyok, akkor nem fog tudni elég gyorsan kikászálódni. Szóval inkább kijöttem. Benyúltam a meleg vizet a kocsiba, az autó mögé sétáltam. Leültem a nedves fűbe. És úgy kezdtem el maszturbálni, hogy közben összetettem a vizet nyaktól lefelé mindenhova. Akkor már nem érdekelt, hogy jönne autó a főúton vagy sem. Jöttek többen is. Óriási szabadságérzet mesztelenül lenni a világ előtt úgy, hogy rizikós. De bíztam benne, hogy a sötét fű miatt engem akkor sem látnak meg. Senki sem lassított, senki nem állt meg, minden rendben volt. Megérte! Párom aznap este a szüleinél aludt, mert kicsit családozni akart. Én pedig itt halára untam magam. Itt szokott ez kezdődni. Tévé nem kötött le, aludni pedig nem volt kedvem. Gondoltam, ez jó alkalom egy kicsit kimozdulni, levetkőzni. Kilátogatok megint a nyéki tavak egyikéhez, ez olyan este 10-11 magasságában volt. Úgy közben úgy voltam rá, hogy jól befűtök a kocsiba, és mire kiérek, kívánni fogom a hűvös levegőt. Rosszul gondoltam. Általában ilyenkor már az út közben elkezdek izgulni, ezért kiráz a hideg folyamatosan. Elkezdek remegni, így a fűtésből nem sokat éreztem. Viszont ha már kivezettem, nem akartam hazajönni. Eszembe jutott, hogy egyik haveroméknek van nyéken egy kis nyaraló, és mivel régen sokat bulisztunk ott, tudom, hogy hova szokták elrejteni a kulcsot a házhoz, szóval oda vezettem. Végigmentem az utcán egyszer kocsival, kíváncsi voltam, hol látni világosságot. De az egész utcában csak egy háznál volt. Közvilágítás még nem számott elő. Ültetett bokor pedig sok port előtt van, az utca bejáratát megálltam, levetköztem a kocsiba mesztelenre, majd óvatosan kiszálltam az egyik bokorról a másik haladva, igyekeztem elérni a nyaralóhoz. Ez úgy 100 méter volt. A fűben pedig annyira nem fázott a lábam, mint beton fázott volna. Az utolsó kb. 20 méteren nyílt terep volt. Nagyon izgultam, mert pont azon a részen van a ház, ahol tuti laktak, meg égett a lámpa a házban. Konkrétan a nyaralóhoz képest 2 házzal arrébb, de bíztam benne, hogy 11 körül senki nem nézelődik az ablakába, senki az utcára nézve. Szóval átfutottam azt a területet gyorsan. Elértem a nyaralóhoz. Ajaj. Nem gondolkodtam. Gyorsan átmásztam a kerítésen és futottam az ajtóhoz. Ahol már csak nagyon kevés világosság szűrődött be az utcáról, ott biztonságban éreztem magam. Mert csak akkor láttak volna meg, ha esetleg valaki odáll a kapu elé és nézze az ajtót, de egyébként sem volt senki az utcában. Szóval nem sok esély volt rá. Kinyitottam az ajtó mellett a villanyóra házát és kivettem a kulcsot. Először bénáztam az izgalomtól, mert csak az adta fel, hogy úristen, mindjárt egy idegen házából leszek, teljesen csupaszra és az autó is messze van. És ettől majdnem kiugrott a szívem. Szóval nehezen ment az árnyítás a kulcsal, annyira remektem, de végül is bejutottam. Bezártam magam mögött az ajtót kilincsel, és olyan izgalmi állapotba kerültem,
hogy leültem közvetlenül az ajtó mögött a padlóra, és elkezdtem önkielégíteni magam a Tartam, hogy véget érjen, szóval előtt vettem magam, és abba hagytam. Valami nagyobbat akartam kihozni ebből az egész, mivel ilyet még soha nem csináltam. Ha már ennyire ki vagyok szolgáltatva, vagy ott vagyok a verom szüleinek nyarajában, engedély nélkül, teljesen mesztelenül, akkor a kiszolgáltatottságra próbálják rátenni még egy lapáttal. A házban egyébként hideg volt, de mindig van valami alap gázfűtés, hogy a csövekben a víz, meg úgy egyébként semmi se fagyon szarrá télen, ami ki van oda pont hordva. Mai napig házi bulik, szűnapi partik otthona, szóval pár fokkal azért melegebb volt, mint kint. És arra gondoltam, hogy keresek valamit a házban, amivel bekehettem a testem teljesen egészen a nyakamig. Szóval bementem a nappaliból az egyetlen kicsi szobába, de nem igazán láttam semmit a sötétben. Nem az utca felé néz az ablaka. Utána bementem a fürdőbe, de csak folyékony szappant és túlfürdőt, meg egy negyed tubus fogkrémet találtam. Nem bírtam a keresgélést, mert nagyon izgalmat az állapotban voltam. Gondoltam magamra nyomom az összeset, és elkenem magamon, majd beülök az olajzó alá, megnyitom a vizet, és kielégítem magam. És menjek már haza, mert nem bírom. De végül is nem tusfürdőre vágytam. Szóval sík is besétettem a konyhába, hát ha mákom lesz, és találok valami magyaróvajat. Nem lett már. Konyhában csak alapfűszerek vannak, és a földön egy négyes pakkóla. Aztán elhúztam a függönyt a konyha végében, az egy kb. Egyszer egy méteres kis zug, amit spájznak használnak. Ott viszont találtam gabonapehet és jó pár üveg lekvárt. Négy a üveggel. Leültem a konyha közepére a kőre, felbontottam mindet. Majd egy kis tétovázás után elkezdtem magamra kenni. Először az egyik karomat végig, majd a másikat utána a mellkasom, a hasam. Majd miután ezzel kész voltam, felálltam, és haladtam lefelé a bokámig. Viszont nem vigyáztam direkt. Azt akartam, hogy ne csak azon gondolkodjanak, hogy jól emlékeznek-e a lekvárok számára, hanem tudják, hogy volt ott valaki. Szóval, amíg bekentem magam, szétcsöpögtettem az egész konyapadot lekvárral. Majd bekísértettem a nappaliba egy üveggel, és mivel a hátamra nem sok jutott, kiöntettem a parkettára egy üveggel, kicsit szétterítettem, majd háttal belefeküdtem. Ekkor is elkezdtem maszturbálni. De kezdem még annyira észre volt, hogy gondolkodjak, hogy hogy kellene elélveznem. És eszembe jutott, hogy inkább kint a szabadban, ahol van némi esély, hogy mégis meglát valaki. És így még izgalmasabb. Szóval megfogtam a kilincset, lenyomtam, kinyitottam az ajtót, kisétáltam a kertbe a fűre, megláttam a rozog a hintaágyat a szétszakadt párnáival. Azt már csak azok használják, akik néha kint buliznak, hogy valahogy mégis le tudjanak ülni. Oda sétáltam, nyakig lekvárosan beleültem, hátra öltem. Felhúztam a lábam és elkezdtem maszturbálni. Ez bár köcsökség, de úgy élveztem el, hogy figyeltem, hogy minden az ágyra menjen. Utána felálltam és próbáltam tiszta részekkel letörölgetni magam. Nem nagyon sikerült, szóval visszamentem a házba, beálltam az zuhanytálcára, és gyorsan lemostam magamról a lekvárt. Törölköző nem volt, szóval bementem a kis szobába, ráfeküdtem az ágyra, és próbáltam felszívni az ágyra a nedvességet. Kb. 50%-os sikerre jártam. Hát a kellett juttam gyorsan. Felálltam, kimentem, bezártam az ajtót, visszatettem a kulcsot a helyére, odasétáltam a kapuhoz, szétnéztem, hogy nem jönne valaki, átmásztam. Elfutottam rögtön az autóhoz, mert vizesen fáztam már eléggé. Beszálltam, felöltöztem, és hazajöttem. Ezen én is gondolkodtam már, hogy haverok közül, akikkel napi kapcsolatban vagyok, együtt járunk bulizni, stb. Senkinek fogalma sincs ezekről a dolgokról. Legutóbb is egyik haverom lehívott foci meccset nézni hozzájuk. Ősei nem voltak otthon, ő pedig elfelejtette a rákcsát meg a sört. Szóval mondta, hogy a párjával legurnak az osamba. Én pedig mondtam, hogy semmi kedvem autókázni, szóval majd jöjjenek, addig lefoglalom magam. Legalább 10 éve ismerjük egymást, szüleivel jól kijövök, szóval nem nagy dolog, hogy egyedül hagytak náluk. Volt már rá példa bőven. Szóval megvártam, amíg elmentek, utána levetkőztem a szobájában. Mesztelenül felsétáltam a fürdőszobába az emeletre, beültem a kádba és kielégítettem magam. Bár a végére kicsit necces volt, mert épp, hogy végeztem, voltam, hogy nyílik a kapu és állnak be a kocsival. Szóval gyorsan, tusolóval leengedtem a spermát a lefolyóba. Lefutottam és gyorsan felöltöztem, engem meg ott állt a fotelben, tévézve és fogalma sem volt az egészről. Viszont most van időm leírni, amik történtek. Sok kudarc után végül is két alkalommal sikerre jártam. Rengeteg alkalommal voltam kint a bükkben, de hideg volt a víz, folyamatosan jöttek az autók. Hiába a hegyi út. Vagy éppen csomószakáig vártam, és rám sötétedett, utána pedig furcsa zajok jöttek mindenfelől. Hiába töltöm idén a 28-at, beparázik az ember akkor is, ha egyedül van este az erdőben. Ez van. De voltam kint sok helyen, de valahogy soha nem voltak jók a körülmények. Aztán pár hete egyik haverommal voltunk BL meccset nézni panelban. Utána felment 6-7-re a tetőre meginni egy sört. Én furcsáltam, hogy nyitva van a tetőre vezető ajtó. Én úgy tudtam, hogy a panelekben azt mindig zárják. Ők meg azt mondta, hogy nyitva van mindig náluk, hogy a barátnővel sokszor mennek fel naplementézni. Én meggondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne. Éjfél után egyszer indult hazafelé a társaság. Én pedig próbáltam utolsóként távozni. Szóval a cipőzés közepette még gyorsan elmentem WC-re.
Mindenki lement a lifttel, utána kijöttem én is, elköszöntem, majd lementem a lifttel én is. Úgy voltam, hogy ilyenkor már senki sem mászkál, úgyhogy jó lehetőség mesztelenkedni egy kicsit. De nem tudtam, hogy kezdjek bele. Végül is kimentem az ajtón, kitámasztottam egy kővel, alaposan szétnéztem, majd levetköztem mesztelenre. A ruháimat betettem kint a lépcső alá, és a fekete pólómmal letagadtam az egészet, így nem igazán volt észrevehető. Majd kimásztam a lépcső alól, és gyorsan visszamentem a lépcsőházba mesztelenül. A liftet nem volt kedve bevállalni, mert nem tudtam volna mit kezdeni a helyzettel, a pontot szállok ki, ahogy valaki épp a liftre vár. Hiába volt már majdnem hajnali egy, inkább a lépcsőt választottam. Ott, ha hallom, hogy lentről vagy fentről jön valaki, akkor el tudok gyorsan indulni a másik irányba. Ráadásul mezítlem nagyjából halkan is. Szóval remekvel indultam felfelé a sötétben. A harmadik emeletre megálltam egy kicsit lenyugodni, mert ott már nagyon izgultam. Szóval leültem a lépcsőre, és vártam ott egy kicsit csupaszon. Aztán elindultam tovább. Végül is felértem az utolsó emeletre, kinyitottam az ajtót, kiléptem a tetőre, de nem mertem a szélére menni. És végül is nem volt akkora élmény, mint gondoltam. Szóval visszamentem a lépcsőházba, és megint eluralkodott rajtam ez a most vagy soha érzés, hogyha már ott voltam, és eljutottam odáig, hogy ott vagyok a tizedik emeletem messzerül, akkor most már ne öltözzek fel, és csak úgy menjek haza, még egy kudarccal a hátam mögött. Szóval úgy döntöttem, megteszek mindent, amit csak tudok, és hívtam a liftet. Megjött, beszálltam, megnyomtam a földszint gombot, és leültem a padlóra. És miközben mentem lefelé, elkezdtem menni kielégíteni. Az volt a cél, hogy a második, harmadik emeletnél menjek el, és hogy tartson még az élvezet, amikor kinyílik az ajtó. És nem sikerült, mert féltem, hogy lesz bent valaki. De szerencsére nem volt, szóval kiszálltam, leültem a lift elé, és odanéveztem a padlóra. Majd felálltam, kinéztem, és gyorsan beszálltam a lépcsőre kivenni a cuccaimat, felöltöztem, és hazajöttem. Minden héten egyszer járok focizni baráti társasággal egy gimnázium tornatermébe este 10-től, de aznap nem volt kedvem menni. Illetve eszembe jutott, hogy rengeteg alkalommal voltunk már ott mozogni, és még soha nem gondoltam ezekre az éjszakákra úgy, hogy az egy ugyanolyan gimnázium, mint amiben az eddigi legizgalmasabb éleményem történt. Ezért úgy gondoltam, hogy megpróbálom újra. Szóval felhívtam a szervező srácot, és mondtam, hogy nem tudok menni, viszont ugyanúgy elkészültem itthon. Direkt sportcuccban indultam el, hogy ne kelljen ruhát váltani, illetve az esetleges felöltöző gyorsan menjen. Szóval boxer nélkül csak egy rövid nadrág, egy poló és egy teremcipő volt rajtam. Elindultam a suli felé, de nem előtte álltam meg, ahol a többiek is parkolni szoktak, hanem 150-200 méterrel arrébb. A sarok mögül pedig egy-két perceket kiréztem, hogy a gimi előtti gyülekező után, mikor mennek be a srácok. De mentek, majd vártam úgy 10 percet, hogy a portás szemében késésnek tűnjön. Egyébként én időpontban nem volt már senki bent, legalábbis mi soha nem láttunk senkit a bejáratnál lő portáson kívül. Szóval 10-15 perc után indultam a bejárat felé, és bementem, nem volt semmi gond. A portás még mondta is, hogy jól elkéstem, a többiek már játszanak. A portás kis szobájából, ahol megy a tévé, stb. Lényegében nem látni semmit. A belső részektől egy hosszabb válaszfal választja el, ami lényegében egy rövidke folyosó, ami mögött az aula van. A tornaterem pedig az aulától, onnan induló két lépcső közül az egyiken indulva, felfelé a gimi hátsó részében van. Szóval még egy emeletet el is választ a bejárattól. A válaszfalt elhagyva óvatosan mentem az öltözők felé, amik a terem szemmel szemben vannak. De már félúton hallottam a tombolást, szóval játszott mindenki. Felértem az öltöző folyosóra, aminek a végén van nyitva mind a két öltöző, de az egyiket soha nem használjuk. A távolabbiban mindig le van ott a villany, soha nem öltöztünk még ott. Nem akartam, hogy valaki meglásson, ha esetleg jön kell teremből az öltözőbe inni, vagy ilyesmi. Szóval milyen gyorsan és halkan tudtam, odafutottam az öltözőt, kinyitottam, és gyorsan bementem a sötétbe. Itt már izgultam, mert elvileg nem jöttem játszani. És nagyjából 20 perccel is telt a kezdéstől. Amúgy összesen csak 60 percig miénk a terem, annál később időpontra meg már nem engedték, hogy benyúljon. És furcsa lett volna már az, hogyha valaki ruhába meglátta, hogy jövök ki a nem használt öltözőből. De szerencsére hallani, mikor jönnek ki a tornateremből a hangos ajtó miatt. Úgy gondoltam, hogy belevágok. És levetküztem teljesen emesztelenre. Viszont csak eddig volt meg a terv. Sétáltam az öltözőben ide-oda, de mentem a WC-re is. Elkezdtem maszturbálni. De nem csak ennyiért mentem oda, hogy egy üres öltözőben elégítsem ki magam. Próbáltam kitalálni valamit, viszont az idő szorított. Arra gondoltam, hogy megpróbálok átmenni a szomszéd öltözőben mesztelenül, ahol a többiek öltöztek korábban, és ahol a cuccaik is vannak. Nagyon féltem kimenni az öltözőből a megvilágított folyosóra, de végül is erőt vettem magamból, és elindultam. A ruháimat ott hagytam egy padon, és óvatosan kinyitottam a résnyire az öltöző ajtaját. Kinyitottam a folyosóra, de nem volt kint senki szerencsére, szóval kisétáltam teljesen mesztelenül. Azon a 3 méteren, amíg elértem a másik öltözőig, legalább 100-szor akartam visszafordulni. De végül is megfogtam a kilincset, lenyomtam és besétáltam. Ott is fel volt oltva az összes lámpa. De nem volt benne senki.
Ekkor már nagyon remektem az izgalomtól, és nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam. Ugyanis az öltöző rész nyitott, ahogy a zuhanyzó is, ezen kívül van egy zárható WC, és ennyi. Nincs igazán hova bújni. Én pedig ott álltam csupaszon. Arra gondoltam, hogy leülök az öltöző közepére, és ott élvezek el a padlót. Leültem, és közben magamban elkezdtem sorolni, hogy mitől ennyire izgató ez. Ugye Portes pontosan tudja, hogy jött valaki késve, de ezen kívül senki nem tudja, hogy itt vagyok. És messzen ülök úgy az öltözőbe, hogy felöltözni nem tudok. És közben 5-10 méterre vannak tőlem, és bárki bárukor bejött, és nem tudok rendre semmit tenni. És ez izgatott. Szóval próbáltam kiélvezni, amíg csak lehet a helyzetet. Így próbáltam elhúzni a dolgot. Így ott ültem 3-4 percen át. Ami nem volt jó döntés, ugyanis hallottam, hogy kinyílik a tortelem ajtaja. Azt az érzést nem tudnám megfogalmazni. Pánik, félelemérzés. Azt, hogy hiába futott át millió egyötlet az agyamon, semmi nem volt használható. És az az érzés, hogy amikor tudja valaki, hogy lebukik, és nagyon szégyelni fogja magát. Egyszerűen fogalmam sem volt, hogy mit kezdjek a helyzettel, és nem csodálkoztam volna, megáll a szívem, mert konkrétan éreztem, hogy majd kiugrik. Szoktak velük járni néha lányok is, ők csak nézők, és ülnek a padon, szorítanak egyik másik barátjuknak, vagy épp nekem, ha az enyém is ott van. Két lány hangot hallottam. Nem akartam sem a WC-re, sem a zuhanyzó részbe menni, mert ha csajok, akkor ha bemennek az egyikbe, mennek a másikba is. Ezért egy szempillantását elődöttem, hogy gyorsan az öltöző hátsó részébe sietek. Ott voltak felakasztva kabátok. A sarokban pont egy nagyobb fekete, beugrottam gyorsan a pad mögé, és elbújtam a kabát mögött, és vártam. De nem jöttek be, csak beszélgettek a folyosón. De legalább 10 percig. Ott már pánikoltam egy kicsit, mert alig volt hátra a kiadott 60 percből, és fogalmam sem volt, hogy tudtam volna kijönni az öltözőből, kint vannak a csajok. De szerencsére visszamentek a terembe. Legalábbis hallottam az ajtót, utána a beszélgetést már nem. Reméltem, hogy ők be, és más nem jött még ki. Szóval lassan bemásztam, vagy kimásztam a padra és a kabát mögül. Még az ajtóig elmenni is nagyon izgalmas és félelmetes volt. Kinyitni viszont alig mertem megint, de nagyon szűkös volt az idő, szóval nem nézettem, kiírottam, kimentem a folyosóra és vissza a szomszédos részbe, a ruháim is voltak. Leültem, kicsit kifújtam magam. Viszont óra nem volt nálam, így csak srácok, tudtam mióta lehettek ott. Aztán eltelt pár perc, és nem éreztem, hogy a benti tombolás srácok részéről egy vagy két percen belül véget érne. Én pedig ugyanott voltam, mint az elején. Egyszerűen nem ért semmit az erőfeszítés. És arra gondoltam, hogy teszek még egy próbát. De most a folyosó felé indulok, ahonnan jöttem. Szóval kinyitottam az ajtót, és óvatosan indultam. Viszont szerencse kérdésében nem volt, az volt az egy napom. Majdnem a folyosó végére értem, amikor hallottam, hogy nyílik a torrenterem ajtaja. Még volt hátra pár méter. Próbáltam olyan gyorsan megtenni, ahogy csak tudtam, mert majd elbújtam a sarkon túl. Nem voltam benne biztos, hogy nem láttak meg. Megint a torkomban volt a szívem. Már csak azért is, mert nem csak a két lány jött ki, hanem mindenki más is. A lányok viszont nem mentek be az öltözőbe, amikor a srácok öltözködnek, szóval nem tudtam már visszamenni. Én pedig ott álltam, a folyosó végén. Másik szempontból lépcső tetején az aúja végében, ahol csak egy falvászt állt, hogy meglással a portást. Próbáltam várni egy-két másodpercet, és tudtam, hogy a helyzet nem változik. Szóval gyorsan indultam a másik folyosó belseje felé, ott sötét volt és sok tanterem. Elmentem a legvégére, és leültem a hideg kőre. Ott is próbáltam kielégíteni magam, de túl nagy volt az adrenalin. Nagyon izgalmas volt, de jobban el voltam foglalva az, hogy hogy jutok vissza a ruháimhoz. Aztán kijött mindenki az öltözőből, és ahogy jövünk, úgy kifele is együtt megy a csoport mindig. Ja, én mindenkit láttam a folyosó végéről, de engem a sötétben a folyosó végén senki. Megláttam, míg mindenki lemegy a lépcsőn. Akkor indultam én is visszafelé gyorsan, kinéztem óvatosan, hogy senki nincsen már a lépcső alján. Majd én indultam volna vissza a ruháimért, amikor hallottam, hogy a portás megkérdezi, hogy megvagytok, nem maradt fent senki, és mondták, hogy igen. Így elmentek, a portás pedig bezárta az ajtókat. Fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Először is indultam a ruháimért és felöltöztem, de nem mertem pár perccel később megint késésben megjelenni lent, hogy akkor én megyek. Nem tudtam volna mit mondani, hogy hol voltam. És akkor már csak akkor tudtam volna kimenni, ha kienged. Gondolkodtam még egy-két percet az öltözőben ülve, hogy mit csináljak, amikor láttam az ajtóm alatt, hogy kint is leoltódnak a lámpák. Ekkor már nem gondolkoztam tovább, mert túl sok időt telt el, hogy bármilyen ürüggyel is lemenjek beszélni a portással. Szóval kimentem a fősóra, aztán elöntött az az érzés, hogy az ugyanaz. Ugyanaz a helyzet, mint korábban. Csak most tényleg nem tudok kimenni. És borzasztó izgalmas és félelmetes az egész. Egy-két perc is még sétáltam fel le a folyos, hogy csináljam-e. Természetesen mezitláb, nem akartam zajt csapni. Aztán úgy döntöttem, hogy igen. Szóval elmentem annak a folyosnak a végére, ahol a tornaterem volt, majd levetkőztem újra, teljesen. A cipőmet ott hagytam, és elkezdtem sétálni a sötétben a ruháimmal a kezembe a folyosó végére. Ott elfordultam arra, ahol addig bujkáltam, amíg hazamentek a többiek. Annak a végében ott hagytam a rövid nadrágomat. Majd onnan is eljöttem a pólómmal a kezemben. Azt feltettem az üdítőautómat a tetejére. Majd leültem a lépcső egyik felső fokára a sötétben, majd elkezdtem maszturbálni. Aztán úgy voltam, hogy az képest, hogy be vagyok zárva, nem igazán veszélyes a helyzet. Szóval óvatosan lesétált. Bár amennyire sétálok lehet azt nevezni, az aulába. Annak a közepére is leültem. Ajaj.
Ott már jobban elfogadta az izgalom, mert a portás a fal túloldalán pár méterre tőlem nézte a tévét. De itt sem lett vége, mert kicsit józanodnom kellett. Hiába élvezek el. Utána eltűnik a köd a fejem felől, és újra komoly gonddal állok majd szembe. Szóval abba hagytam, gondoltam szétnézek. Az emeleten egyébként kevés, de pár terem nyitva volt. Még fent bekukkantottam az egyikbe. Padokon és táblán kívül nem volt benne semmi. Gondolom azok a termek voltak nyitva, amikben nincs érték, mert nem az osztály terme, csak egy mezei terem. Bár az zárt ajtókkal nem kezdtem el nyitogatni ajtókat. Lehet, hogy azok is nyitva voltak. Nem kockáztattam meg egy nyikorgó kilincset. Próbáltam keresni nyitott termet lent is, ahol az ablakok esetén kimászhatok. Itt végül is szerencsém volt, mert lent is volt pár. Egyébként valami borzasztó izgalmas volt úgy sétálni mesztelenül, hogy a ruháim szét vannak dobálva a gimik különböző részein. Nagyon élveztem! Hihetetlen szabadságérzetet adott! Még ha be is voltam zárva, és a portástól max 10-20 méterre voltam teljesen csupaszon. A lényeg, hogy bementem az egyik terembe a földszinten. Láttam, hogy nincs az ablakon rá, hogy halkan ki tudom nyitni, és akkor ott ki tudok jutni. Ettől kicsit megkönnyebbültem. Viszont ez még csak az elmélet volt. Egyelőre ruháim szétszorva egy emettel fejebb, én pedig a földszinten mesztelenül állok egy teremben, és ha épp sétálni támadnak kedve a portásnak, akkor arról a folyosóról nem tudnék hová menni. Szóval kijöttem a teremből, és elindultam halkan, az aulában halkan, hogy fejjük az emeletre, és összeszedjem a ruháim. Szépen óvatosan, de sikerült. Majd az emeleten bementem az egyik terembe. Ledobtam a ruháim a földre, majd leültem én is, és elkezdtem önni kielégíteni. De mivel szinte mindig így csinálom, gondoltam felállkosodásítok az ablakhoz, és az ablak üvegére élem ezekkel, ahogy másnap valaki észrevehess. Láttam az ablakon át, hogy ugyanaz néz az iskola területén belül, mint a lenti terem ablaka. Itt telerasztott az adrenalin. Ugyanis úgy döntöttem, hogy még nehezebb helyzetbe hozom magam. Megpróbáltam itt az ablakot. Nem sikerült annyira halkan, mint szerettem volna, de egyrészt semmi hangja nem volt, másrészt minden egyes kis rezzenéstől egyre izgalmasabbá vált. Végül sikerült. Oda sétáltam a ruháimhoz, majd vissza az ablakhoz. Még egyszer átgondoltam, majd először a pihekönnyű rövid nadrágot, utána a pamut pólómat minél jobban széttárva, hogy minél lassabban essen, elengedtem az ablakból kifelé tartva. Ezután nem volt többé ruhám, amit felvettem volna. Csak miután kijutottam a suliból. Miért? Ha nem sikerült, csak mesztelenül tud elkapni a port. Soha nem izgultam még ennyire. A cipőt a sülye miatt inkább nem dobtam ki, nem akartam, hogy valaki meghallja. Behajtottam az ablakot, nem kirincste, mert csak még több zajt kockáztattam volna. A cipőt letettem a földre, és megint elindultam sétálni az egyik folyosóra a másikra. Össze-vissza, mert a kedvem tartotta. Lesétáltam az aulába, és remegő lábakkal, és úgy tűnt, nincs megállás. Nem is akartam egyébként. Még nagyobb veszélybe akartam sodorni magam. Ezért az én és a portás közti fal széléhez sétáltam. Majd négy kézlábra ereszkedtem a sötétben, és kinéztem, hogy mit csinál. Magának a giminek a hátalülve nézte a tévét, így lényegében csak a háta láthatott volna. Akartam azt az érzést, hogy bármelyik pillanatban vége lehet. Ezért kijöttem a fal mögül, leültem, és nekidőltem a hideg falnak. Nem igazán tudtam a lélegzetemet irányítani, nagyon kapkodtam a levegőt. Próbáltam magam nyugtatni, de nem igazán sikerült. Szerencsére nem volt túl halk a tévé. Majd elkezdtem maszturbálni. Úgyhogy 10-20 másodpercenként egy kicsivel közelebb tettem magam a portához. Azt szerettem volna, hogy lassacskán, de pont a portás mögé kerüljek mesztelenül, és ott élvezzek el úgy, hogy fogalma sincs róla. De majd közel kerültem hozzá, és ahhoz, hogy elég legyen, csak megfordulni, vagy felni a székből valamiért ahhoz, hogy meglásson, hiába szerettem volna megcsinálni, nem mertem tovább haladni. Így is már elég közel voltam hozzá, mint a fal, közel voltam hozzá, mint a fal széléhez. És éreztem magam, hogy hangos, ahogy levegőt kapkodok. Hangos, hogy önkielégítek. Visszafordultam, és itt lett túl sok. Túl sok volt más izgalomból aznapra. Ezért visszamentem az emeleti terembe, felültem a tanári asztalra, és úgy elkezdtem el kielégíteni magam. A cél ugyanaz volt, azt szerettem volna valaki másra észrevesz valamit. De nem, azt már nem szerettem volna. Ezért a tanári asztalon idevesztem el, és mindent ráengedtem a csecsejére. Ezután a szokásos kiozanódás következett, a végleges. Ami hamar csak tudtam, itt van otthon akartam tudni magam. Ezért szinte futva, de halkan végigmentem a felsőkon le a lépcsőn, majd a földszinti egyik felsőba, be a terembe, nem foglalkoztam az ablak hangjával. Pár méterre voltak, csak a cuccaim jobbra kint. Fel akartam öltözni, hogy gyorsan csak lehet, szóval kinyitottam, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy meghalotta a portás, de gyorsan kiugrottam, elfutottam a ruháimért, felkaptam őket ki a suli területéről, és futás a kocsihoz. Ez az alkalom volt az, amikor egyszerre féltem úgy, mint még soha, és mégis izgalmasabb volt. A legizgalmasabb, amit eddig átéltem. Pláne, hogy nem is terveztem, hogy beleszek zárva. De hogy még egyszer megcsinálni, vagy sem, hát arról fogalmam sincs jelenleg. Múlt hétvégén egy kedves barátnőm utószületésnapi házi bulijára voltam hivatalos májiba. Évek óta Pesten tanult, illetve azóta már évek óta ott dolgozik, itt nagy parti a fővárosban volt. De szerette volna összehívni a megmaradt miskolci barátokat, akikkel még tartja a kapcsolatot. Így szülei a nagyinál,
Többségében pedig a csajok kicsit buliztak. A párom, aki egyébként ismerte az ünnepeltet, nem nagyon díjazta, hogy menjek, szóval egyrészt miatta, másrészt meg rajta kívül nem igazán ismertem senkit. Úgy döntöttem, hogy ezt most kihagyom. Nagyjából. Párom délutános műszakja után hazament kicsit a szülőköz hétvégére, én pedig vártam, hogy teljen az idő. Olyan egy óra magasságában kocsiba ültem, és kiaugróztam máiba. Leparkoltam a kocsit a Coop előtt. Jó, hogy tudom, hogy ez végzte. És elsétáltam a házig. Sötét kis utcában laknak, persze közvilágítás van, de az egész tényleg parkosított tujákkal, kisebb fenyőkkel, stb. Szóval, ha nem még a kinti lámpa, akkor meglehetősen sötét az udvar. A ház hátsó oldalán van egy fedett terasz, azon túl pedig egy kert fűvel, és a telekhatár oldaliban tuják, fenyők, bokrok, stb. A társaság még kint nevetgelt, amikor odaértem. Szóval gondoltam, sétálok még egy kicsit. Úgy fél óra után visszamentem. Már bent voltak a házban, szóval elkezdtem kicsit félni, mert tudtam, hogy ha meglátnak kint, akkor legjobb esetben is a párom nem fog szép szemekkel nézni. De nem érdekelt, mesztelenül akartam lenni. A környező házakban sehol sem égett a villany, de biztos, ami biztos, sétálgattam még pár percet, hogy nem elállt-e valaki az utcán. Van két hatalmas bokor az autó kijáró mellett, aminek nappal látni a törzsét, éjszaka viszont nem látni alá. Szóval oda mentem az egyik mellé, óvatosan elkezdtem levetkőzni, teljesen nem mesztelenre. Gyorsan bedobáltam minden ruhámat a bokor alá, és minden mindegy alapon gyorsan átmásztam a kapun. Itt a torkomban dobogott a szívem, mert az ablakon kiszűrődő fény valamelyest megvilágította az előkertet. Gyorsan négy kézzel arra ereszkedtem, és az ablakok alatt igyekeztem a hekert hátsó részébe érni. Izgultam, hogy nehogy kint üljön valaki a teraszon, mert rögtön meglátott volna, de nem volt más választásom. Mert ha valaki esetleg kijön cigizni, rögtön meglát. Szóval kirúgtam a fejem, de csak poharakat, boros üvegeket az asztalon, és papucsokat, szandalokat láttam a földön. Szóval gyorsan a kerítés és a tuják közé mentem. Ott már hátul sötét volt. Mert a kerítés túloldalán a szomszédnál is be voltak ültetve a növények. Be volt kapcsolva az öntözőrendszer, szóval teljesen eláztam, és sáros lettem, mire a kert végére értem. Azon nagyjából biztonságban éreztem magam. Messze voltam az ablakoktól, és a terasztól is a sötétben. Ott szerettem volna elélevezni. De kicsit még izgalmasabbá akartam tenni. Szóval kijöttem a tuják mögül, és leültem eléjük a fűbe. És elkezdtem önök kielégíteni magam. Nem sikerült. Mert feloltották a kinti lámpát, én pedig gyorsan visszabújtam. Két csinos lány jött ki. Felvették a papucsokat és cigiztek, beszélgettek. Arra gondoltam, hogy előjövök és leülök ugyanoda, hát ha még van annyira sötét, hogy így sem látszadok a hátul, és úgy élvezek el, hogy ott van előttem 15 méterre két lány. Pár pillanatig gondolkodtam, de nem mertem kijönni. Két-három perc múlva levették a papucsokat és visszamentek a házba. Mindenki felment az emeletre. Lent pedig leoltották a lámpákat. Arra gondoltam, hogy óvatosan megpróbálok bemenni a földszintre, és a konyhakövön élvezni el. Akkor nagyon remektem, amikor a teraszhoz értem. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy leülök ott a kanapéra. Szóval ott voltam, a barátnőmék kertjében teljesen mesztelen a teraszukon a kanapon ülve, és így kezdtem el önkielégíteni magam. Amikor megláttam az egyik lány papucsát, gatott, hogy szerepet játszon az egészben, ezért felvettem az egyik párját, és úgy éveztem el, hogy mindet ráengedtem. Felvettem a másik pályát is, az előző kert közepére tettem mind a kettőt, gyorsan kimásztam a bokor elé, felüldöztem és hazajöttem. Pár hete csapadékosabb volt az idő napokon át, és szinte minden éjszaka esett. Az egyik ilyen estén, amikor épp egyedül voltam itthon, nem igazán kötött le sem az internet, sem a tévé. Aludni meg még nem volt kedvem. Így gondoltam, aludó, kihasználom a lehetőséget. Nagyjából 23 óra volt, mikor indultam, kevés ötlettel a fejemben. Úgy fél órája autókáztam már, amikor a nyéki tavak környékén jártam. A főúttól a tó kb. 30 méterre van, mindenhonnan látni a vizét. Illetve az úttal párhuzamosan fut egy földút is, ami konkrétan a tópartján húzódik végig. Oda szoktak leállni, akik úszni, orgászni vagy sátorozni mennek. De ez a földút viszont nem látható a főútról, mert végig bokrok és különböző növények határolják el. És szerencsére ennek a résznek csak két bejárata van. A főútról konkrétan a földút két végén. Ez kb. 500-600 méter hosszú szakasz. Ideálisnak tűnt egy kis sétára, szóval lekanyarodtam. De szerencsétlenségem már rögtön az első szélesebb partszakasznál, szinte rögtön az elején megálltam egy autót, és két sártat a parton. Úgy voltam vele, hogy akkor gyerünk haza, de miután két percen át zötkölöttem a földúton, és több sártat már nem láttam, így félrehúzottam és megálltam. Ekkor lehettem úgy a szakasz háromnegyedénél, kiszálltam a kocsiból, és lementem megnézni, hogy milyen a víz. Meglepően langyos volt. Úgy döntöttem, hogy nem érdekel, hogy pár ember sátrazik ott. Egyrészt az esetben úgyis a sátorban voltak, valószínűleg aludtak, ráadásul 5-10 percig sétára voltak. Szóval visszasétáltam az autó mellé, és teljesen mesztelenre vetküztem az esőben. A ruháimat a kocsi mellé tettem, nem érdekelt, hogy vizesek lesznek. Elindult a sátrak felé a dimbes dombos úton. Félúton már nagyon szokott az eső, és messze voltam már a ruháktól, az autótól. Ez volt az a pont, ahonnan már nem láttam az autót, de még nem láttam a sátrakat sem. Csak ott álltam egyedül, a szakadó esőben, mesztelenül, lábfejem a sárban.
Tovább sétáltam még pár percet, mire az utolsó bukkanó után megláttam két sátrat. Ekkor úgy 50 méterre voltam. Közelebb szerettem volna menni, de hallottam egy hangot abból az irányból. Nem akartam megkockáztatni, hogy valaki esetleg kijöjjön WC-re. Amúgy is már csak csöpergett az eső, szóval inkább visszafordultam és visszasétáltam az autóig. Csalódott voltam, de még nem akartam haza menni. Szóval lesétáltam a vízig, és óvatosan halkan belesétáltam a tóba, amíg nyakig nem ért a víz. Majd elkezdtem maszturbálni a víz alatt. Eszméletlen érzés, jó érzés, hogy mesztelenül a vízben lenni. Aki teheti, mindenki próbálja ki. Majdnem elveztem, de a víz kellemes volt, szóval arra gondoltam, hogy elhúzom még az időt, és úgy mellkasigérő vízben sétálok a parttal párhuzamosan, amíg meg nem unom. Elég sokat sétáltam az, hogy újra majdnem féltávnál legyek. Elkapott az izgalom, ezért azt láttam, hogy a vízbe maradva mindenképp újra elsétálok a sátrakig. Már a gondolattól is remegtem. Főleg, amikor a vízben kb. 50 méterre értem a célhoz. Pár lépést még mellébb mentem, hogy újra nyakig érje a víz, és egy halkabb legyek. Majd a sátrak vonaláig mentem, pont szemben voltak velem. Majd újra elkezdtem önök kielégíteni magam. De nem volt elég izgalmas. Én addig látszottam, csendben voltam, a parton pedig nem volt semmi mozgás. Az eső újra borzasztóan elkezdett szakadni. Az én szívem meg majdnem megállt, ugyanis lépésről lépésre egyre sekélyebb vízbe mentem, egészen addig, amíg csak bokáig ért a víz. Majd kiléptem a vízből a partra. Majdnem négy kézlábra ereszkedtem, de annyira sebezhetőnek éreztem magam. De végül kislépésekkel a két sátor közé mentem, amik egymás felé néztek. Emegtem. A levegőt kapkodásban pedig alig tudtam mérsékelni, de szerencsére az eső továbbra is szakadt, így elnyomta a hangokat. Lassan leültem a két sátor közé, a sárba. Egyik kezemet a hátam mögé téve támaszkodtam, a lábfejemet pedig beletoltam a sárba. Majd így ültem ott pár másodpercig, miközben magamban tudatosítottam, hogy ott ülök a sárban zúgó esőben mesztelenül a ruháimtól 10 méter sétára, úgyhogy egy-egy méteretlenül valószínűleg összesen 4 idegen ember fekszik, és így fogok elélvezni. Majd elkezdtem önök kielégíteni magam. Elélvezés előtt nem bírtam magam tartani az izgalomtól, ezért beledöltem a sárba, és úgy élveztem el. Egy kis tégést már abszolút nem tudtam visszatartani. Ez számomra már abszolút hallhatónak tűnt. Ezért felálltam, és amilyen gyorsan csak tudtam, visszamentem az utas autóig. Nem érdekelt, hogy hangosan mosom le magamra a sarat. Gyorsan beszálltam a kocsiba, vesztelenül a ruháim padlóra, és hazajöttem. Még februárban a kérés utáni csütörtöket szokásos heti foci volt a már említett gimnázium tóratermében. Kicsit azért hezitáltam, hogy belevágjak-e újra, ugyanis a legutóbbi kalandot kicsit nagyobb hangvételőre sikerült, mint terveztem. De mivel kérés volt, és azt ígértem, hogy megpróbálom teljesíteni, így lemondtam az aznapi focit. Mint legutóbb most így direkt késve érkeztem úgy 15 perccel, hogy mire odaérek az öltözők között, többiek már bent legyenek a teremben. Érkezésnél a portás emlékeztet a korábbi esetre, és még mosolyogva oda is szólt, hogy mindig én kések. Vissza is mosolyogtam. Hát ez van. És sétáltam a lépcsők felé az emelte lévő tornateremhez. Meglepetésemre az aulánál a lépcsők felé elsétáltam a tanári szoba mellett, ami nyitva volt, és legalább 5 nő volt bent. Itt kicsit összehúzódott a gyomrom. Hiszen nem csak az emelte, hanem a földszinten is voltak még az iskolában, pedig este 4:11 volt már. Felmentem az emeletre, és próbáltam úgy a tornaterem folyosórája fordulni, hogy előtte lássam, hogy van-e esetleg valaki kint. De üres volt, szóval sétálni kezdtem az öltözők felé. Továbbra is mindig ugyanazt a helyiséget használjuk. Így mellette lévő mindig üres. Gyors léptekkel odaértem, benyitottam a sötétbe, letettem a sportáskámat, és leültem egy kicsit a padra, hogy járgondoljam, biztos belevágok-e. Egy pár perc múlva nyílt a tornaterem ajtaja, és a szomszéd öltözőbe valaki kijött inni. Ekkor már nagyon izgatott voltam, mert elnöntöttem, hogy megpróbálom. Csak volt még bennem egy kis félsz. Majd elhallgatott a vízcsobogás, majd a szomszéd és a tornaterem ajtajának hangja után csend lett újra. Ekkor elkezdtem lövetkőzni. Előre elkészülve csak cipő volt rajtam. Egy farmer és egy pulóver. Alig vártam az utolsó ruhadarabot. Gyorsan mesztelen lövetkőztem. Majd leültem a hidegre. Egy kis ideig erőt venni magamat. A legnehezebb kinyitni a világos folyosóra, és eltávolodni az ajtótól, mert onnan már nincs kéznyújtási távolságra a biztonság. Felálltam, és párszor körbejártam az öltözőt, mi alatt kétszer vagy háromszor rátettem a kilincsre a kezem, de mindig tettem még egy kört. Beszülődött egy kis fény az ajtó alatt, és csak arra tudtam gondolni, hogy kint akarok lenni. Majd két-három nagy levegő után rászántam magam, és óvatosan elnyomtam a kilincset. Nagyon izgatott voltam. Először csak résnyire nyitottam az ajtót. Próbáltam kinézni, nincs a folyosó elején valaki. De nem láttam senkit, ezért bizonytalanul lassan kiléptem az ajtón. Minden lámpa égett, én pedig ott álltam mesztelenül egy gimnázium folyosóján.
Fájtam az izgalomtól, de annyira jó volt, hogy megtettem pár lépést az ajtótól, és leültem a folyosó közepére. Majd a hátra feküdtem, hogy a lehető legjobban kiszolgáltatva érezzem magam, és maszturbálni kezdtem. Szinte kívántam, hogy valaki meglásson, és egyben rettegtem is tőle. Ezekkel az érzésekkel akartam elérvezni a folyosón, de készültem, többet szerettem volna. Ezért próbáltam nagy levegőket venni, egy kicsit kitisztuljon a fejem, majd gyorsan felálltam, és visszamentem az öltözőbe leülni, még egy-két percre a padra. Kifújtam magam, és úgy gondoltam, hogy próbának jól sikerült. És ezt a kis időt is nagyon élveztem. Ez alatt kint semmi változás nem történt. Legalábbis nem hallottam, ezért kicsit felbátorodtam, szóval felkaptam farmert a pulóverrel együtt, és óvatosan újra kiléptem a folyosóra. Majd elkezdtem sétálni a folyosó belsej felé, a végére. Közben végig arra gondoltam, hogy a letlévő tanárok vagy takarítók közül, vagy legyenek bárkik. Valaki pont akkor jön fel valamiért, és fordul be a tornaterem kivilágított folyosójára, és a végére nézve meglátta, hogy sétálva távolodok csupaszon. Ezért minden lépést remekbe tettem meg, de nem mertem hátrafordulni. Izgalmas volt. Odaérve az ott lévő pad mögé elrejtettem a farmerem pulóveremmel együtt, majd ott hagytam őket. Ilyenkor a legintenzívebb a mesztelenség és a kiszolgáltatottság érzése, amikor rákényszerítem magam, hogy ne tudjak felöltözni, akármi is lesz. Elindultam a mezítláb visszafelé a folyosón. Félúton jártam, amikor a szívem a torkomba ugrott, ugyanis nyílt a tornaterem ajtaja. Nagyon feszült és csalódott lettem. Biztos voltam benne, hogy elrontottam, és aznap lesz az a nap, amikor a barátaim megtudják. Ideges voltam, és féltem a következményektől. Ez volt az a pillanat, amikor eltűnt a fejemben a köd, és csak arra tudtam gondolni, hogy mit csinálok én ott, és hogy lehetek én idióta. Nem akartam ott lenni. Nem volt időm tartani neked próbálgatni, melyik van nyitva. Nagyon nem akartam, hogy meglássanak a barátaim. Szerencsére az ajtó jobbról balra nyílt kifelé, bár így is csak annyi időm alatt, hogy amíg kijönnek az ajtó mögül. Fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. A tornaterem altjáró pár méterre lévő tornaszekrény volt csak pár méterre tőlem, hosszában a fal mentén. Amilyen gyorsan csak tudtam, mögé bújtam háttal, és próbáltam úgy felhúzni a lábaim, amennyire csak tudtam. Két lány jött ki egy sráccal. Sokszor jó pár ember meccset nézni. Barátnők, haverok. Próbáltam higgadtabban lélegezni, mert nem kapkodtam a levegőt, de még így is, ha abba hagyták volna a nevergélést pár pillanatra, még úgyis meghaltak volna. Nem volt túl nagy mededék. Ha pár lépést tesznek az elnyomban, akkor ennyi volt. Nem reménykedtem, minden átfutott az eszemet. Hogyha felém lépnek, akkor milyen nézés lesz, amikor meglátnak? Mit fognak szólni? Én hová fogok indulni, és mit fogok mondani? És tudtam, hogy már aznap el fog terjedni ez az egész. Elkeseredésemben önkiegetek. Ha meglátnak, akkor szégyenemben élvezzek előttük. Már úgyis mindegy. Legalább ennyi jó legyen az egészben. De szerintem nem beszélgetni értek ki, hanem indultak haza. Legalábbis a kijárat felé. Nem is néztek valószínűleg az én irányomba. Megkönnyebbültem, de hülyének éreztem magam. És bár nem láttak meg, így is széljeltem magam, miért ilyen helyzetbe kevertem magam. Kinyújtottam a lábam, és fújtam egy nagyot, miután kicsit eltávolodtak. Nem akartam még egyszer üzem ezt megkockáztatni, ezért miután elkanyarodtak a lépcsők felé, felálltam, és gyorsan újra bementem az öltözőbe, és az ajtón mögé rögtön leültem. Szerettem volna felöltözni, és abba hagyni, de az érettségtől elfelejtettem, hogy a ruháimért nem mentem vissza, és ezek után nem is mertem volna. Ezért próbáltam megnyugodni, és ültem úgy 10-15 percet a hideg kövön, hogy megnyugodjak. Próbáltam megjegyezni magam, hogy végül is semmi gond nem történt. Nem látott meg senki, és még most is izgalmas, szerintem, hogy teljesen messzelem vagyok egy idegen helyen. Miközben maszturbálni kezdtem magamban sorolgat. Hogy csak a portás tudja, hogy ott vagyok, senki más. Én pedig ott vagyok, a többiek tuta nélkül tőlük pár méterre, miközben teljesen messzelő sétáltam a nyílt folyosón, és még mindig csupasz vagyok, és már felöltözni sem tudok. Jelenleg pedig ott ülök egy sötét üdvözlő hideg kövén, egy ajtónyitásra attól, hogy valaki meglásson. Elismételtem magamnak párszor, és tudatosítottam magamnak, hogy imádok titokban mesztelenkedni. Megláttam, amíg a félelmet felvetette újra az izgalom. Eltartott egy ideig, de miután átmenültem, kiszerettem volna újra menni, és úgy voltam vele, hogy ha ilyen helyzetben is ekkora szerencsém volt, akkor folytatnom kell. Helyes hozzáállás, mert ennél rosszabb helyzetre nem kerülhetek, mint amilyenben pár percben voltam. Ráadásul készültem is. Mindenképpen folytatni akartam. Ezért bementem a zuhanyzóba, ittam egy kis vizet, beálltam a zuhany alá, és hideg vizet engedtem magamra, de csak pár másodpercig nagy valaki meghallja. Most kimehettem, és elültem a sporttáskám mellé. Hideg volt a víz, de végig maszturbáltam majdnem elérvezésig, mert akartam azt, ami jött. Így továbbra is csak az izgalomtól reszkedtem. Még itt is tétováztam egy kicsit, de aztán csuromvizesen is izgatottan benyúltam a sporttáskámba, és kiemeltem két üveg magyar okraimet. Semmi mást nem vittem magammal. Úgy gondoltam, hogy bekenem vele nyaktól lefelé az egész testem, és zuhanyzóban csinálok pár képet. Minden persze, amint távoltak a korábbi kinti események, egyre inkább ki akartam menni az öltözőből. Így egyrészt ez nem volt túl merész vállalkozásnak.
nem tűnt túl merész vállalkozásnak, akkor már nekem. Plusz nem akarom minden olvasónak szükségtelenül mutogatni magam. Pláne, hogy valószínűleg többen nem kíváncsiak rá, mint igen. És a kérdésben sem szerepelt fénykép. De mindenképp szerettem volna még mesztelenkedni. Nem is tudtam másra gondolni, ezért kezembe vettem a két magyarókrémet, résnyire kihajtottam az ajtót, majd kinéztem, hogy a folyosón biztos nincs senki. A tornateremből hallani lehetett még a játék hangjait, ezért kiléptem, kilincsre zártam az öltöző ajtaját, majd gyorsabb lépésekkel indultam az aula felé, végig rettegve attól, hogy valaki szembe jön velem. De imádtam, hogy távolodik az öltöző. A felső elejére érve láttam, hogy most is ki van világítva lent az aula, mint mindig. Viszont a tornatermében merőleges felső sötét, mint a legutóbb. Csak pár vétet kellett megtennem a világosba, amíg elérem az elejét. Egy pillanatra meg kell támaszkodnom attól a gondolattól, hogy minden irányból tisztán látható vagyok. De rettenetesen élveztem ezt a helyzetet. A kivilágított felsőn voltam, mesztelenül, még nem látott senki. Ezért a sarkon pár másodpercig a falérinek dőltem háttal. Egyik tenyeremet az egyik folyosó falához érintettem, a másikat a folyosóéra. Majd becsuktam a szemem, és vártam azt a pár szavas kérdést, hogy te mit csinálsz ott? De minden egyes másodperc vakon olyan volt, mint egy erotikus, erotikus játék. Mindegy, hogy azt akarta, hogy legugoljak, vagy elbújjak, és szenvedés volt ez a saját magamnak megtagadni, de imádtam. Végül tényleg csak 3-4 másodpercig sikerült. Talán kellett mennem, nem akartam, hogy meglásson bárki is. Nem akartam négy kéz lábra ereszkedni, gyorsan a sötétbe akartam érni. Ezért azt az 5 métert gyorsan átfutottam. Szerencsére sikerült. Végre biztonságban érezhettem magam a sötét folyosón. Ott már nyugodtabban sétáltam, de izgalmas volt egyre messzebb kerülni a cuccaimtól. A végére élve, leültem a földre, és a meleg radiátornak dőltem. Majd pár szóval felbontottam az egyik üveget. Előre elkészülve otthon már leszettem róluk a légmentesen zárt papír fendőt. Ekkor már sokkal könnyebben, jobban éreztem magam. Teljesen mesztelen voltam, biztonságban. Végre úgy csináltam azt, amit szeretek, hogy minimális volt a veszély annak, hogy meglátta valaki. Bár megint is alig tudtam elviselni azt adrenalint. A tudat, hogy nem tudok felöltözni. Messze vagyok a ruháimtól, és a magyarok rém után már akkor is mindegy lesz, ha elérem a ruháimat, kikészített. De eldöntöttem. Egyik kezemmel maszturbálni kezdtem. Másikkal lassan elkezdtem magamra kenni a magyarókrémet. A vacogástól még a fogaim is egymásnak koccantak, pedig nem fáztam. Először az egyik lábamra, majd a másikra, aztán a kezemre, vállamra kentem. Kicsit aggódtam, mert tudtam, hogy utána le kell zuhanyoznom, de legalább is valahogy le kell lesz majd mosnom magamat. De nem tudtam megállítani ez a gondolat. A lábaim és a kezeim be voltak kenve teljesen. Igyekeztem figyelni az időre, mert most nem szerettem volna a gimnáziumban maradni. Elkezdtem a mellkasomat bekenni magyarókrémmel. Amúgy, amikor hallottam, hogy a másik folyosón felhangosodnak a korábbi hangok, véget ért a foci. Újabb csalódás és frusztráltság. Túl sok időt veszítettem az ajtóbakam, és magamat nyugtatgattam, és még direkt késő is érkeztem. De nem akartam bent maradni, mert a zuhanyzás meghallotta volna a portás. Ezért úgy döntöttem, hogy ott hagyom a magyarókrémeket a földön, és megpróbálok visszajutni. Gyorsan a folyosó elejére értem. Viszont ott sajnos át kellett jönnöm, hogy egyrészt ki kell mennem a világosra, és ha már kimentem, mindenképp be kell kanyarodnom a szintén kivilágosított folyosóra, ahol meg kell tennem kb. 10-15 méter, ameddig bármikor szembe jött velem bárki. Kicsit megijedtem attól, hogy ez nem fog sikerülni, és hogy fogok végül hazajutni. Sajnos meg is lettem erősítve ebben a hitben, hisz pár másodperc múlva, ahogy a folyosó eléhez értem, két lágy hangot hallottam közeledni. A barátok barátnak szivárogtak haza. Valaki korábban indult, valaki az öltözők előtt maradt, beszélgettek és vártak, amíg a srácok öltöznek. Egyértelmű volt, hogy felesleges megpróbálnom, biztos voltam benne, hogy lebuknék. Ráadásul át sem gondoltam rendesen, ugyanis mindenképp együtt kellett volna kimennem a többiekkel, mert nem tudták, hogy ott vagyok. Kicsit mérges voltam magamnak, de izgalmas volt, hogy bezárják az épületet újra. Visszasétáltam mesztelenül a sötét folyosó végére, félig magyarókrémesen, majd leültem újra a földre. Vártam egy kicsit, majd elszított eszembe, hogy ha már így jártam, akkor veszek el teljesen, és lehetetlenítsem tovább a helyzetem. Megvártam, amíg kettesen, hármasában indulnak haza a barátaim. Az első kisebb csoport után minél nagyobb veszélyben akartam érezteni magam. Felálltam, és a folyosó felé elmerészkedtem a sötétben, majd leültem. Minél közelebb akartam kerülni a többiekhez. Annyira nem bírtam magam, hogy az alsó ajkamat kezdtem harabdálni. Levegőt össze-vissza kapkodtam. Közben az egyik kezemmel a járólapot szorítottam, karmoltam. Szenvedve tartottam magam vissza attól, hogy kielégítsem magam. Nem voltam benne biztos, hogy nem látszódom a folyosó felénél ülve, de nem is tudtam igazán már erre figyelni, csak folytattam a magyarókrém felkelését, miközben néztem, hogy a csoportosan a fiúk, lányok elsétálnak a folyos előtt. A mellkasom után jött a hasam, majd a hátam, amíg elértem. Pár perc múlva észrevettem, hogy nem jön már senki. Nem tudtam, hogy most mi lett, de nem is érdekelt már akkor. Alig vártam, hogy leoltsák az emeletlen lámpákat, hogy ennyim legyen az egész szint. Lassan kiült a kivilágított folyosó és csend lett. Lencsővel sem hallottam a korábban a tanárban lévők hangját. Közben felálltam, és nyaktól lefelé mindenem beköntem. A péniszem, a fenekem, mindenem.
Majd 2-3 perc múlva jött az emeleti lámpa oltás. Beleremegtem, mikor sötét lett minden. Nagyon nagy levegőket kellett vennem, hogy gondolkodni tudjak. Úgy fél üveg magyarokrém maradt. Kicsit szédülikeztem az élménytől, az izgalomtól és az aggodalomtól a helyzet miatt. De a sötét miatt egyben biztonságban is éreztem magam. Azt akartam, hogy másnap tudják, hogy volt ott valaki. Ez egy euforikus állapotban kevekedtem mind a két talpam. Majd elindultam sétálni az emeleten. Az üres üvegeket ott hagytam a földön, a másikat magammal vittem. Utána még kétszer bekentem a talpam, hogy több helyen is nutellás legyen a kő. Minden lábnyom egyre jobban taszított az extázis felé. De nem bírtam másokig elviselni, dobogott a szívem, kapkodtam a levegőt, miközben a sétaközben végig maszturbáltam. Vissza akartam sétálni az öltözőhöz, amikor a két folyosó között észrevettem, hogy az aulában sem ég a villany. Csak a portás kis zugából szűrödött ki, amit egy hosszú fal elvászt az aulától. A kezem is remegett már, és szinte kívántam, hogy legyen már vége. De a szexuális élmény sokkal jobban vonzott a földszintre, mint az, hogy befejezzem. Lent akartam lenni. Így lesétáltam a lépcsőn olyan lassan, hogy csak tudtam, és leültem a sötétbe az aula közepére. Önni kielégíteni kezdtem. Hallottam a fal túloldaláról a tévé hangját. Próbáltam élményíteni azt, hogy a fal mögött egy idegen ember van. Nehezen tudtam magam visszafogni továbbra is, de nem így akartam elmenni. Felálltam, bekentem a fenekem újra, és lassan elindultam az egyik földszinti folyosó belsejé felé. Minden lépés ide izgalmasabbá tette. Reszkedtem attól, hogy hogy fogok letussolni. Itt vagy a portás esetleg tart egy sétát, és meglátja az aulában a fenekem nutellás nyomát a fejtén. Esetleg fenni az emeletre megnézni, hogy mindent rendbe hagytunk-e magunk után, és vagy a lábnyomét, vagy a másik folyosó végén észreveszi a ruháimat, és elviszi. De csak arra akartam gondolni, hogy másnap tudni fogják, hogy ott volt valaki éjszaka. És ismételtem magamban a helyzetet lépésről lépésre, és próbáltam a végetekig átérezni. Bár ezzel csak azt értem, hogy érzem, hogy teljesen kikészítettem magam. A folyosó végére érve a baloldali utolsó két terem nyitva volt. Előtte is pár, de minden messzebb akartam kerülni a bejárattól. Beléptem a leghátsóba, majd egymás után négy székre leültem, hogy magyarok rémesek legyenek. Majd a tanári asztal mellé álltam, a maradék nutellát a fenekemre, illetve a péniszemre kentem a korábbi maszturbálások miatt. Majd föltem az asztalra, felhúztam a lábam, majd a legutolsó gramnyi krémmel bekentem a talpaim is. Az asztal közepére csúsztam, aztán hátradöltem. Minden mozdulatommal egyre bocskosabb lett az asztal. Éreztem, hogy ennyi volt. Nem tudom eltüntetni már az iskolából nyomaimat, akkor sem akarnám. Az egész testem remegett. Nem bírtam még egyszer tudatosítani magamban azt, hogy milyen helyzetben vagyok. Nem bírtam valaki. Felültem a kinyújtott lábamat, felhúztam, és az asztalra tettem mind a kettővel a lábnyomot hagyva. Alattam minden magyarok krémes volt. Az egyik kezemmel megfogtam az asztal szélét, és önerősen szólítottam, hogy csak tudtam. A másik kezemmel önkielégíteni kezdtem. Csak pár másodperc kellett hozzá. Elővezés előtt a péniszem is szorítottam, hogy késletesem, aminél csak lehet. Majd miután nem bírtam tovább mindent, rángettem a magyarokrém és asztalra. Nyaktól lefelé teljes magyarokrémmel bekembe, és egy gimnázium feszítő tartalmével mesztelül éveztem el egy tanári padon, csendben, titokban. Eszméletlen volt. Köszönöm a kérést. Nagy élmény volt újra. Remegő lábakkal szálltam le a padról. Mindent úgy hagytam, hogy volt. Kitisztult fejjel igyekezve az embert felé, átgondolva kicsit aggódtam attól, hogy kis logikával kisakkozható, hogy én voltam. Aztán megnyugtattam magam, hogy egyrészt szóbeszédet bármikor elhárítok, ráadásul a tanteremből egy független helyeken tálnak majd dolgokat, ezért a tanítási órák után a délután 3-tól 11-ig jövő csapatok tagjai közül bárki lehetett, szóval nem aggódtam. Az aula előtt megpróbáltam meggyőzködni, hogy a portás mindig a helyén van-e. Tévét hallottam, de ennyi. Ilyenkor már sokkal megfontoltabb vagyok, de már nem vezérelt szexuális indítatás. Mindenképpen a gimnázium kívül akartam lenni. Fellépkedtem a lépcsőre, elkoszogtam a ruháimért, majd be az öltözőbe. Még mindig eléggé magyarokrémes voltam, de úgy döntöttem, hogy a cipőn kívül a többit majd beáztatom, és nem akarom tovább maradni, és megkockázott, hogy az uhanzás meghallja a portát. És a csapnál lemostam a lábfémről a nutellát, majd úgy, ahogy voltam, felöltöztem. Nem volt túl kellemes, de otthon akartam már lenni. A cipőmet a kezembe fogom, mezitláb, elindultam a folyosón, nehogy hallhatók legyenek a lépéseim. Mezitláb csendesebb. Kicsit izgulva lementem az aulába, gyors sétával elmentem újra az utolsó terembe. Mindenre emlékeztem, amikor megláttam, hogy mit hagytam magam után. Az járt a fejemben, hogy bárcsak megcsináltam volna ezt egyik éjszaka a saját tantermünkben, amikor ott gimnazista voltam. Hogy másnap láthassam a reakciókat a többiek és tanárok arcán, hogy valaki összekedte a tanárpadot és rá is élvezett. De mennem kellett. Sikerült úgy kinyitni az ablakot, hogy nem nyikorgott. Gyorsabban kinyitni jobb, mint óvatosan lassan. Kimásztam az ablakon, és ugyanilyen gyorsan behajtottam az ablakot, majd az utolsó 1 centit lassan betoltam. Mintha nem is lenne itt az ablak. Elfutottam az autóig, és hazavezettem. Vége!